jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Pénteken egy olyan esnek volt, lehettünk tanúi ismét a Szent István művelődési házban, amely hagyomány. Hagyomány, hiszen határon túl élő közösségeket támogat ez a rendezvény, amelyet annak idején Spányantal megyes püspök, illetve Steinbach József református püspök ajánlott a figyelmünkbe, és természetesen esztendőről esztendőre ott vagyunk mi is, mint ahogy ott vannak azok az emberek, akik figyelemmel kísérik egy-egy határon túli közösség munkáját, gondjait, és ennek megfelelően kellően odafigyelve rájuk támogatást nyújtanak. Így történt ez pénteken is a Szent István Művelődési Házban, és legnagyobb örömömre vendégül láthattuk azokat a csodálatos a népi kultúráért mindent megtévő csapatot is, amelyet most szeretnék itt bemutatni önöknek, hogy egy rövid beszélgetésre, illetve több rövid beszélgetésre vendégül láttunk itt a Fehérvár televízióban. Tehát itt vannak velünk Pusztinából a Csángó közösség jeles tagjai, Szőcs Katalin, szép jó estét kívánok, Nyisztor Ilona, szép jó estét, és Szőcs Tinka. Kezét csókolom. Én azt gondolom, hogy aki valaha is a pusztinai kultúrát, a Csángó kultúrát figyelemmel kísérte, az nagyon sok mindent tud már önökről, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy mi történt a Magyar Házban, nagyon is jól tudjuk, hogy amikor Nyisztor Ilona megkapta a Magyar Örökségdíjat, vagy a Csángó kultúráért díjat, az tulajdonképpen az egész közösségnek köszönhető, hiszen ott a világ végén azt gondolom, hogy a Magyar Házban nagyon-nagyon sokat tesznek azért, onnan jöttek, ahol a nap felserken, ugye ismerős ez a szöveg. És a legfontosabb talán, hogy a szeretet tanítható, ezt szintén Ilona mondta. Ha már egyszer így van, akkor beszéljünk arról, hogy tényleg tanítható-e szeretet. Mit kell tenniük a hétköznapokon, hiszen nagyon nehéz körülmények között indultak, hogy eljussanak oda, ahol most tart a pusztinai magyar közösség. Katalin, fogalmazzák meg ezt nekünk. Hát, hétközi napokon gyerekek mennek az iskolába, akkor Nyisztor Ilona tanítsa őket táncolni, énekelni, akkor vannak a tanárnék, a magyar tanárnék, amelyek tanítsák tanulni, írni, olvasni. Akkor mink a hagyományok, ha milyen napokon kell menni, akkor megyünk mi is, válik együtt, énekelünk, táncolunk. Hogy lehet egy ilyen közösséget összefogni? Hiszen azért most már van múltja ennek a közösségnek mindenképpen ott a Magyar Házban, Ilona. Hát könnyű összefogni őket, mert ők az a generáció, amelyek ebben nőttek fel. Ebbe az énekbe, táncba, a Csángó kultúrába, és ők nagy szeretettel jönnek, és alig várják, hogy lehet valami program, hogy akkor jöhessenek. Így őket könnyebb összeszedni, de örülök, hogy van kit, kitől tanuljanak a gyerekek, és mindig, mikor programjaink vannak, akkor hívunk hagyományőrzőket, és hogy tiszta forrásból tanuljanak a gyermekek. Ez fontos, viszont a nagyszülőkre rendkívüli felelősség hárul. Inka maga például hogy tanulta meg, hogy tudta megőrizni a dalokat, a viseletet, azokat, ami a mindennapokat átszövi? Hát átvettük mi is az édesanyánkéktől a régieket, tanultunk énekelni, a viseletet megtartottuk, a régi viseleteket. Mi beötözünk, amikor megyünk egy ilyen programokra, Magyar Házhoz megyünk, Guzsolyosba megyünk. Ott sok múlik el ott a Magyar Háznál, és még mi vagyunk ezek a generáció, még vagyunk magyar órát is tanulunk mi. Monika tanárnéni tanít minket, és nem csak a kicsiket. A magyar órára. Hogy lehetett tényleg a nyelvet megőrizni? Hiszen talán ez a legfontosabb. Hiszen annyira, én ugye ezt Vaszi Levente mondta, hogy én ott lakom, mondja ő, ahol a világ vége van, csak még egy kicsit messzebb. Ugye a Levente jópofa srác, ismerjük őt régről.
De tényleg egy olyan helyen élnek önök is, ahol egyre inkább, hát azért hála Istennek még nem, de románosodik a történet. Szép. Hogyan lehet ezt a mindennapokban odafigyelni, hogy magyarul beszéljenek, és akkor magyarul beszéljenek a gyerekek, az unokák, mindenki? Nagy sóhaj. Hát igen, mert egyről egyre, ugye az az igaz, hogy műnk, mikor elmentünk az iskolába, egy szót se tudtunk románul, csak magyarul beszélgettünk egymás között is. A tanároknak nagyon nehez volt megtanítsanak műnket írni, olvasni románul, mert románul volt az iskolás, van is. És nagyon szitták a szülőket, a tanárok, hogy beszéljenek románul is a gyerekekkel, mert nem tudnak egyezni, nem tudnak tanulni, így nem értik, hogy mit tanítanak. És ma egy kicsit, hónap egy más kicsit, és aztán új beindult ez a román beszéd a családba, hogy a gyerekekhez románul kell szólni. Hogy én már nem, hogy leállítsuk, de minden szülő értekezleten mondjuk a szülőknek, hogy románul is jó, de ne felejtsék el, ez az anyanyelv, és először is ezt kell többet használni a családba. De sajnos, hogy... A kicsik már nagyon jól tudnak beszélni románul, és bár mikor a magyar házhoz is jönnek, mindig figyelmeztessük, magyarul gyerekek, legalább ott, mikor bejönnek, ott nem tiltsa senki, hogy ne beszéljenek magyarul, beszéljenek magyarul. Aztán annyira meg a vérikbe ment valahogy ez, hogy mikor van zenetábor, vagy kézműves napok, vagy akkor figyelmeztetik egymást, magyarul gyerekek. Katalin, hadd kérdezem meg, hogy mikor tanultak meg románul annak idején? Későre tanultunk meg, már édesanyjánkék nem is tudtak ők románul. És akkor az iskolában mennyit mentünk, írtunk, mind románul volt, akkor aztán... Hát igen, az nyilvánvaló, hogy kellett. Ha valamára mentünk, akkor románul, de otthon csak magyarul beszéltünk. Hogy telnek a hétköznapok? Azt hiszem, hogy minden korosztálynak máshogy, de azért nyilvánvaló, hogy a nagymamáknak a nagy felelősségük van a család összetartásán. Milyen egy hétköznap Pusztinán? Tehát egy olyan hétköznap, mondjuk nyarba, akkor még megyünk a mezőre dolgozni, akkor kicsi kukoricát vetünk, akkor megyünk kapálni, akkor télbe, akkor vannak szövőt, teszünk, szövünk, varrunk, fonunk, még a magyar házhoz összegyűlünk, ott is guzsolyos csinálunk, ott is fonunk, varrunk, énekelünk, táncolunk, ez a mi dolgunk. Kézművességről beszéljünk. Ugye látjuk ezt a viseletet, gyönyörűséges. Én mindig álmélkodom, amikor látom felöltözve. De egyébként ez a többi népviseletre is igaz, tehát nem csak a pusztinai és a moldvai, a csángó, valamennyi nagyon-nagyon szép. Hogy lehet ezt a viseletet úgy megtartani, mert ez egy ünnepi viselet nyilvánvaló, hogy ez valódi ünnep legyen, amikor felvesszük. Kinek melyik volt az a pillanat, amikor először megkapta azt az ünnepi viseletet, akár gyermekfővel is, amire aztán igazán büszke volt? Hát aztán nekem a nagy mamám az hajtó, és én nagyon megőrzöttem, szerettem, hogy legyen meg, és mikor megyünk a magyar előadások, vannak valami, akkor nekünk az megvan. De otthon hétközben nem hordjuk. Tehát ez ünnep. Ilona? Hát én erről azt tudtam elmondani, hogy ennek előtte még kapálni is, a viseletbe mentek kapálni az asszonyok. Természetes, hogy ha mit látnak rétünk, ez az ünnepi, de van hétköznapi viseletünk is, és akkor abba mentek. Most is vannak, akik abba mennek még kapálni, és a misére, és hétköznap, és ha mi nálunk pusztinában jó, hogy mikor van egy lakadal,
dallam, aki a legény részéről, a keresztapa részéről nagyon cifrán szépen felütöznek, boráncsik kendőt, sárikkendőt tesznek, hújuktatnak az úton. Ez megmaradott, ez a hagyomány, és ha ki a leán részéről van, az egy kicsit szomorkásabban öltözik fel, ma azok búsulnak. És nekünk ez, azt szeretném elmondani, hogy ha kinek van leánya, mondjuk, hogy na, tudja, ima nyáron férezadó, vagy nem tudom, télben olyan varja az új modell inget, hogy akkor leen, mibe elé álljon a három vasárnap, mikor kihirdetik a templomba, hogy összeházasodnak, az olyan szépen kiütözik a legcifrább ingibe, karincájába, és akkor kuszurú és csírt tesznek, ha melyik leér ebbe a térgyig, és erős szép. És jó, mert ezt minden leán álmodja, hogy akkor ő akkor felrakja, mert csak ez akkor rakják ezt a szép viselet, a csírt három vasárnap, amit kihirdetik a templomban. Igen, és ez maradat, és szeretik, és álmodják, hogy akkor, mikor ő... És az álomból valóság lesz, igen. Ugye? Mi a titka, illetve mi a varázsa a különböző láncoknak, illetve ezeknek a gyöngyfűzéreknek? Hiszen ez mind más színű, ahogy látom, és gondolom, hogy van valami alapja, hogy miért olyan pont. Hát mondjuk a mennyasszony, mondjuk, aki három vasárnap kihirdetik, annak nagyon sok gyüngye van, hogy húzza le a gyakát, nevejem. Uh-huh. Osztá, mondjuk a menyecskéknek is van, de nem olyan sok, mint a többieknek. Aztán, ahogy üdősebbek, úgy nem olyan sok gyüngye, hanem kicsibb gyüngyet hordanak, akkor szép színek. A fehér piros zöld nem maradt ki soha, és ki ahogy szereti, de ezt hordjuk mindig, és sokat. Közben elkalandoztam, hiszen a hétköznapokról volt szó, hogy telnek a hétköznapok, Tinka? Hát, úgy telnek, hogy mondtam, hogy Guzsosba is szoktunk menni hétköznapokon, összegyűlünk, vannak a fiatal menyecskék, együtt vannak velünk, elhívjuk egyik a másikhoz, elmegyünk, akkor ott főzünk, egy pohár bort és megiszunk még az asztal mellett, ott viccelünk, énekelünk egész nap, folytassuk a karácsonyi énekeket, most jönnek a karácsonyi ünnepek, akkor arra szoktunk tanulni, tudjuk ezt, nem, csak ismételjük még az énekeket, hogy tudjunk elmenni karácsonyba és énekelni, még egyik a másik az elmény, meg énekeljük egymást. Magyarházhoz is gyűlünk össze, ott is így csinálunk. Ugye áldott emlékű Kalló Zoli bácsi mondta, hogy addig maradunk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarunk táncolunk. Tényleg, még mindig minden nap ünnep, amikor a magyar házba mehetnek? Hiszen tudjuk, hogy 2006-ban készült el véglegesen. Nyilvánvaló, hogy az egy küldetés volt, de előtte is azért összejöttek, de a magyar ház mindig pezseg? Igen, erős törvendünk, hogy van nekünk a magyar ház, és meg is mondom, hogy mit. Már azelőtt összegyűltünk házaknál, akkor udvarokon gyakoroltunk, és mindenki eltette, hogy mondta, hogy és Guzsajasba otthon, de mondjuk a télben volt a legnehezebb, amikor beszorultunk néfal közé, és ottan gyakoroltunk, vagy oda gyűltünk össze. Vagy ha elsős idő volt. Most, ha megvan a magyar ház, nem számít, hogy fújja, ásik az eső, mi történik, mert a programot meg tudjuk tartani,
És ha ki odajö, az nagy szeretettel jö, mert vagy átad valamit, vagy tanul valamit, vagy gyakorolják a magyar írást. Mm. És ami, hogy mondta Tinka, hogy az ő generációik is jár még írni, olvasni magyarul, mert nagyon jó, hogy legalább a gyermekek, ha hetente 4 óra, és már többi tantár mind románul van, és kicsi, de kiputoljuk a programokkal ott a Magyar Háznál, és az ő generációik csak beszélni tudja a magyar nyelvet, és akkor jönnek tanulni, írni, olvasni, és nem csak beszélni magyarul. És köszönhető Móninak, aki összegyűjtötte, Mátyás Mónikának tanárnéni, aki hazatért a tanulmányai után, és nagyon segítőkéz, és egy megnyugtató valaki. Igen, Mónikát szeretjük, majd vendégül látjuk természetesen őt is, hiszen fontos nekünk. Beszéljünk, hiszen nem csak szóval, tánccal él az emberfia, hanem azért aki fontos az étek. Én megvallom, évről évre, amikor csíkcsomartában megyünk a verstáborba, akkor 5-6 kilóval többen térek vissza, hiszen csodálatosak az erdélyi ételek mindenhol. Mi újság Pusztinán étek szempontjából? Mennyit változott a gasztronómiai kultúra? Maradtak a réginél, annál a csodafinomnál? Van abból, és nem hagyjuk ki a régit se. Öntöttük a kásás galuskát, akkor vagyon a szilvas faszújkát főzünk, akkor még milyen is van még? Régi énekek, a savanyolé, úgy mondták nálunk, igen. Vannak az új ételek is még, de mondjuk azt a régit nem hagyjuk ki. Na, ahol nőttünk fel? Ahol nőttünk fel, igen, és azt nem tudjuk kihagyni. Tudjunk lyukat megtetsük. Uh-huh. Igen. Mikor állj húsajat, akkor vágjuk el a lyukat, csinálunk tölteléket, és töltjük meg, és akkor az nekünk minden esztendőben az megvan. Töltetjük? Töltetjük, minden esztendőben összegyűlünk a Magyar Házhoz, férjeink és családjaink. És a gyerekek? Még nem terjedt el a 21. századi étek? Az a fajta kaja, amit tényleg már csak kajának lehet nevezni? Ezt hogy látja? Hát van, de az ő generációik, hát ezekvel nőttek fel, és tovább is ezeket adjuk. Ha aztán még vannak ezek a modernebbek, és természetes, hogy azok is nem maradnak ki, de hagyományosan ez a sanyulé, a galuska, akkor az a kásás galuska, amelyeket mindig, mikor jönnek a vendégeink, akkor megkóstoltassuk velik is, és nagyon ízlik nekik is. Akkor van a kemény magas leves, amelyik ennek előtte, miután szült az asszony, akkor vittek neki enni. Én mondom keményleves, ma mondjuk, de köményes, köményleves. Mm-hmm. Én tudom. Jó, mert valakinek mondta, hogy megnézed, milyen keményleves, kömény. No, így végezetül hadd kérdezzem meg, hogy milyen gondolatokkal fogadták ezt a meghívást, hiszen nekünk mindig különleges, ha láthatjuk, hallgathatjuk a pusztinai csapatot. Amikor megérkezik egy meghívó, akkor mit gondolnak erről, Katalin? Akkor én nagyon félek, hogy nem hoznak engemet is. Meg van jelen, ugye? Akkor fogom másolni a karácsonyi énekekkel jöttünk most, az ajánlásokat, ott a minden, szedjük elé, a papírokat fogjuk másolni. Gyakorolni, ha jöjjünk munkás, akkor nagyon kérdezzük Ilona, akkor megyünk-e mindegyik? És itt vannak Ilona, senki nem azért gyakorta jár, azt tudjuk. Tehát egy kicsit más helyzetben van. Igen, és mindig az a szeretet, ha Mike-val vagyunk fogadva itten, az nagyon jól esik, és ezek a jótékonysági koncertek, és ez mindig oda vezet, hogy nem felejtnek el bennünket, a határon túliakat, a magyarságunkat, így jól esik, akkor
Nem azért ápoljuk, ugye, de jól esik, hogy valaki követi a mi munkánkat, akkor tud rólunk, akkor nem vagyunk elfelejtve, és erre is jól esik. Tinka? Igen, mi örvendünk ennek. Nagyon örvendünk, hogy mi is tudunk kijönni, meg itt a munkat is. De. Én köszönöm szépen, hogy itt vannak nekünk, itt voltak nekünk. Én azt hiszem, hogy a minden fehérvári számára az egy ünnep, mikor láthatjuk, hallhatjuk ezt a csapatot. És mi mást kívánhatnék, mint boldogságot, egészséget. És hát még lesz dolguk bőven, és nőjenek fel úgy az unokáik, gyermekeik, unokáik, az unokáik, unokái, hogy ápolják a magyar nyelvet, a magyar kultúrát, hiszen szükség van rájuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. Köszönjük a meghívást. Kedves nézőink, három csodálatos pusztinai hölgy volt a vendégem. Természetesen ezt a beszélgetés sort nem fejezhetjük be, hiszen a következő műsorokban szintén pusztináról érkezett vendégeket látunk itt a stúdióban. Addig is köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra!